Sziasztok, Ádám vagyok, a te kettőt nézitek, a képen pedig a Telenor Smart Touch Pro okostelefont láthatjátok. Háttérben pedig ehhez négyféle, tehát a négy színű védőtokunk van. A hagyományos fekete-fehér mellett van egy világos kék, illetve rózsaszín is. Ez mind a három a gigatel által forgalmazott gigapak kiegészítője. Ez egy sima TPU szilikontok még az az S-Line széria abból is a megújult, második generáció úgymond. Maga a tok kellemes, puha anyagból készült, itt látható felhelyezve a telefonra. Ahogy látjuk, a fontosabb részek az előlapon is ki vannak hagyva, tehát itt rögtön legfelül figyeltek arra, hogy a hangszórót ne akarja a védőtok. telefon oldalán Ugyanúgy ki van hagyva a hangerőszabályzó gomb, felül és mikrofon bekapcsológomb, illetve csak csatlakozó. Szabadon van, alul pedig a második mikrofon, valamint a mikro-USB az, amihez kényelmesen hozzáférünk. Amit látunk a telefon oldalán, van egy kicsit érdesített rész, ami jobb fogást biztosít. Ez mind a két oldalon elmondható. A hátoldalon pedig van egy kis téglalap kivágva a kamerának, illetve a vakunak, valamint a hangszórunk is körbe van vágva. A hátlap mat, a kialakítású egyedül az az S forma, ami fényes, és ahogy látjuk itt a fekete telefonhoz szabadon választhatóan van, a fehér tok mellett van egy fekete védőtok is akár, picit talán konszolidáltabban néz ki, de akár látványosabb színeket is választhatunk, hiszen van rózsaszín, illetve kék színű védőtok is, amelyekkel, amelyeket ugyanúgy lehet választani a Smart Touch Pro-hoz. Ebben így néz ki, és tényleg picit azért feldobja ez a kék védőtok a telefont. Ez volt tehát a Telenor Smart Touch Pro-hoz készült Gigatel S-Line 2 védőtok. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech Sziasztok!